Ilyen apró járatokban helyezik el utódaikat a magányosan élő méhek és darazsak. A bölcsőkamrák házilag is gyorsan elkészíthetők, legegyszerűbben úgy, hogy 4-10 mm átmérőjű furatokkal lyugatunk ki egy tűzifa kuglit vagy gerenda darabot. Az elkészült darázsgarást erkélyre, ablakpárkányra is biztonsággal kihelyezhetjük. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület óvodákban is rendszeresen segít a méhecske hotelek elkészítésében. Amikor a gyerekek rájönnek arra, hogy ezek teljesen ártalmatlanok, akkor megnyugodnak, és hihetetlen, mert 1 centiről lehet nagyítóval figyelni őket. Tehát én a ovopedagógusokat, akik mellesleg ugye az egyik kedvenc pedagógus csoportomat képezik, mert hogy hihetetlen felvilágosult, nem elsősorban oktató, nevelő szemléletformán munkát végeznek. Tényleg biztatni tudok mindenkit, mert egészen elképesztően látványos, a gyerekek hihetetlenül élvezik, és nagyon komplex módon lehet nekik bemutatni, hogy a felelős magatartás, az állatok segítése, nem üldözése hogyan segít mi rajtunk is, és el lehet mondani, hogy na, amikor eszitek a szamócát, vagy eszitek a málnát, vagy eszitek a cseresznyét, medgyet, almát, akkor az azért van, mert emlékeztek, azok a kis rovarok segítettek nekünk beporozni. A szelíd beporzók védelme szakemberek szerint kiemelten fontos. Az Európában élő mintegy 2000 beporzó rovarfaj többsége a méhek, ezen belül is a magányosan élő fajok közül kerül ki, így nélkülözhetetlenek a változatos növényfajok beporzásában. Óriási bajban vannak globálisan, Európában és Magyarországon belül is, egészen dermesztő kutatások látnak napvilágot. 2017-ben emlékszem, az egyik első ilyenre egy német kutatás mutatta ki, hogy németországi védett területeken a repülő rovar biomassza 75%-a eltűnt. Ez azt jelenti, hogy akkor, hogyha kiment egy természet szerető ember, és emlékezett rá, hogy mi volt mondjuk 50 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, ahhoz képest a 100 repülő rovarból 75 eltűnt. Ez rendkívül aggasztó. A méhecske hoteleket érdemes február második felében, legkésőbb március elején kirakni. Fontos, hogy esőtől védett helyre, lehetőség szerint keleti-déli tájolással helyezzük ki, így közvetlen napsütés is éri majd őket. A hotelek márciustól június elejéig a legforgalmasabbak.